szünneti Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük Isten dicsőségére fennállva 65. Zsoltárunk első versét, a Sionnak hegyén, Úristen, tied a dicséret. Oh,
ami segedelmünk és a konfirmáció Isten tisztelet megáldása legyen Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Gyertek testvéreink, tegyünk vallást, ami hitünkről mondjuk el az egyetemes keresztjén Anya Szent Egyház hitvallását. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjébe. Hiszek Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, ami Úrunkban, ki fogantaték Szent Lélektől, születék Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt megfeszítették, meghala és eltemettették. Száll alá poklokra, harmadnapon halottaiból feltámada, felméne mennyekbe, ül az Atya Isten jobbján, onnan nézen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszek egy közönséges keresztjén Anya Szent Egyházat, szenteknek egyességét, bűneinek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Hallgassátok meg testvéreim Isten szent ígéjét, amint az írva található Pál apostolnak az Efézus beliekhez írt levele 3. részének 13-tól 21-ig terjedő verseiben. Pál apostolnak az Efézus beliekhez írt levele 3. részének 13. és következő versei figyelemmel és ülve hallgassátok meg. Kérlek azért, hogy ne csüggedjetek el az én kiérettetek való nyomorúságaim miatt, amelyek titek dicsőségtekre vannak. Ezokáért meghajtom térdeimet a mi Urunk Jézus Krisztusnak adja elő, akiről neveztetik minden nemzetség menjen és földön, hogy adja meg néktek az ő dicsősége gazdagságáért, hogy hatalmasan megerősödjetek az ő lelke által a belső emberben, hogy lakozzék a Krisztus a hit által a ti szívetekben. A szeretetben meggyökerezvén és alapot vévén, hogy megérthessétek minden szentekkel egybe, mi a szélessége és hosszúsága, és mélysége és magassága az Isten jó voltának. És megismerjétek a Krisztusnak minden ismeretet felül haladó szeretetét, hogy ekképpen beteljesedjetek az Istennek egész teljességéig. Annak pedig, aki véghetetlen bőséggel mind ezeket megcselekedheti, feljebb, hogy nem mind kérjük, vagy elgondoljuk, a mi bennünk munkálkodó erő szerint, annak légyen dicsőség az egyházban, a Krisztus Jézusban, nemzetségről nemzetségre, örökkön örökké. Amen. A kegyelem Isten tegye áldotta az ő igéjét, hogy beszédbe lakozzék bennünk gazdagon, és mi sok és áldott gyümölcsöt teremjünk az ő dicsőségére. Gyertek, ezért imádkozzunk. Örökké való mennyei felség, édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, ünnepelni hívtál és ünnepelni engedsz bennünket ezen a vasárnapon. Ezen az ünnepen gyermekeinkre, ifjainkra tekintünk, nem is tudjuk, hogy szólítsuk őket, gyermekek, ifjak, hiszen egyik pillanatban még gyermekek, s a következőben már elhangzik a felhatalmazás, hogy ők már a gyülekezet felnőtt, önálló tagjai. Mennyi minden kellett ahhoz, hogy ezt a napot megírjuk. És mennyi minden kell még, amíg elhisszük. És a lelkünkben is kialakul a kép, hogy ők már igazán felnőttek.
hogy már egészen elengedhetjük a kezüket, hogy már nem kell különösebben aggódnunk miattuk, de az még nem most van, majd ezután lesz. Tehát eddig is aggódásaink, kétségeink, reménységeink, örömeink, azok mind-mind annak nyomán keletkeztek, mind-mind úgy élhettük meg, hogy te már jó előre elrendelted. És akárhányszor mi a kezüket akartuk fogni, akárhányszor mi gondjukat akartuk viselni, az azért lehetett, mert te már fogtad a kezüket, és te már gondjukat viselted. Úrunk, jól tudjuk, számtalan alkalommal nem voltunk ennek tudatában. Számtalanszor akartuk mi magunk megoldani a problémákat, a helyzeteket. Terveztünk és reméltünk a magunk elképzelései, vágyai magunk feje szerint. De most előtted állunk, együtt velük, és együtt dobban is a szívünk velük. És egy akarattal kérünk téged, Urunk, mindaz, ami itt is most, ma történik, legyen a te akaratod szerint, sőt, legyen a te tetszésed szerint, Urunk. Alapozd meg ez ifjaknak, s ez egész gyülekezetnek úgy a jövőjét, hogy ami fogadalomban, hitvallástételben, ami együttérzésben és egy akaratban kimondva, kimondatlanul elhangzik, az mind simuljon bele a te akaratodba. Bízzuk rád magunkat, mi mindnyájan együtt egészen. Így vegyük a te áldásodat. Itt és most az Isten tiszteleten így vegyük a te Szent Lelkednek segítő erejét, de így tudjuk tovább vinni mindezt magunkkal az elkövetkező napokba, sőt esztendőkbe. A mi Urunk Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg könyörgésünket. Amen. 167. énekünket énekeljük. Úr Jézus, mely igen drága a te ígédnek világa.
Szentinforum Szent Evangélium 16. részének 1-től 4-ig terjedő verseire. János Evangélium a 16. részének első 4 versét figyelemmel és alázatos lélekkel hallgassátok. Ezeket beszéltem néktek, hogy meg ne botránkozzatok. A gyülekezetekből kirekesztenek titeket, sőt, jön idő, hogy aki ördököl titeket, mind azt hiszi, hogy isteni tiszteletet cselekszik. És ezeket azért cselekszik veletek, mert nem ismerték meg az Atyát, sem engem. Ezeket pedig azért beszéltem néktek, hogy amikor eljön az az idő, megemlékezzetek róluk, hogy én mondtam néktek. De ezeket kezdettől fogva nem mondottam néktek, mivel hogy veletek van én. De ezeket kezdettől fogva nem mondottam néktek, mivel hogy veletek van én. Ez Isten ígéje. Van egy különleges jelenet az Új Szövetségben, amikor a mi Urunk Jézus Krisztus a szenvedéséről és a haláláról beszél a tanítványoknak, és megszólal a tanítványok közül Péter, és azt mondja, mentsen, Uram, nem eshetik ez meg veled. És akkor Jézus nagyon keményen is határozottan válaszol Péternek, azt mondja, távozz tőlem, Sátán. Egy nagyon erős jelenet. Próbáljuk meg magunk elé képzelni, vagy próbáljuk meg elképzelni Péternek a reakcióját. Mit érezhetett, mit gondolhatott, amikor ő belőle a féltés szólalt meg, nem csak a féltés, hanem az a Péteri határozottság, kiállás, aminek a jelét máshol is sokszor látjuk. Ő az, aki ugye nagycsütörtök éjszakáján a Gecsemáné kertjében kardot ránt Jézus védelmében. Tehát ő nem csak félti Jézus, hanem ebben benne van az is, hogy mentsen Uram, nem esetik meg, hogy majd én ott leszek. Majd én téged megvédelek, majd én gondoskodom róla, hogy ez ne történjen meg. És azt mondja Jézus, távozz tőlem, Sátán. Mert itt valami egészen más hang szólal meg Péterből, jóval több annál, mint ami az emberi féltés, az emberi érzés, az emberi szeretet, és talán különösnek tarthatjátok, hogy első hallásra az emberi fül nem is veszi észre ezt a másik hangot. Abban, ahogy Péter megszólal, mi meg sem hallanánk, hogy itt nem emberi hang szólal meg. Hogy itt valami egészen másról van szó, de hát ha egy kicsit visszalapozunk az Új Szövetség elejére, úgymond a kezdetére, amikor Jézus kimegy a pusztába, ahol 40 nap és 40 éjjel bőjtöl, és a 40 nap, 40 éjjel tartott bőjtölés után megjelenik neki a Sátán azért, hogy megkísértse őt, azok a szavak, amik ott elhangzanak a Sátán szájából, szintén semmi rendkívüli nem tartalmaznak. Nem olyan hangfekvéssel szólal meg, ami bántaná a fülünket, vagy nem olyan szavakat használ, ami bántaná a fülünket, nagyon is emberi hangon szólal meg. És akkor ezután a bevezető után térjünk vissza János evangéliumára. Azzal kezdődik a 16. rész, azt mondja Jézus, ezeket beszéltem néktek, hogy meg ne botránkozzatok. És a következő mondat, ez a gyülekezetekből kirekesztenek titeket, sőt, jön idő, hogy aki öldötöl titekkel, mind azt hiszi, hogy Isten tiszteletet cselekszik. Hogy hangzik ez a füleinknek? Hogy veszitek, kedves testvéreim, most, amikor ünnepelni gyűjtünk össze?
amikor ifjakat készítünk fel, vagy hát igazából már túl vagyunk a felkészítésen, amikor már a vizsga történik, és jó reménységgel vagyunk afelől, hogy sikeres vizsgát tesznek Isten és a gyülekezet színe elől mind arról, amit megtanultak Jézus Krisztusról, a megváltójukról. Tehát hogy hangzik most az, hogy azt mondja Jézus, eljön az idő, amikor nemhogy öldökölnek titeket, hanem azt fogják gondolni majd, akik öldökölnek, hogy ők Isten dicsőségére cselekszik ezt az öldöklést. Hogy tudjuk összeegyeztetni a mi mostani világképünkkel, a jelenről, jövőről alkotott képünkkel azt, amiről Jézus Krisztus beszél? Van-e helye egyáltalán bármilyen gondolatnak egy ilyen ünnepi Isten tiszteleten, egy ilyen ünnepi alkalmon? Nyilván, miután ez az ige szól ezen a délelőttön, az én válaszom egyértelmű lehet a gyülekezet előtt, az, hogy van, nagyon is van. Abban a 21. században, ahol az ember egyre kevésbé hajlandó szembenézni nehézségekkel, próbákkal. Ott, ahol egyre kevesebb lehetőség kínálkozik egyáltalán arra, hogy ifjak vagy felnőttek igazi ember próbáló dolgokkal nézzenek szembe, hát ott legalább gondolati szinten, lelki szinten szembe kell néznünk azzal, ami lehetőség, ami benne lehet a jövőképben, és valahol ott is kell lennie. Gondoljatok bele csak pár pillanat erejéig. Nekem tegnap jött egy ilyen gondolatom vezetés közben, hogy régen ahhoz, hogy egyáltalán egy étel megmelegedje a család számára, ahhoz be kellett hozni a fát, fel kellett aprítani a fát, teljesen mindegy volt, hogy tél van vagy nyár van, ugye mi azzal vagyunk, hogy télen fel kell fűteni a házat, tehát akkor szükség van a fára. De nem olyan nagyon régen, még az volt a természetes, hogy minden nap tüzet kellett rakni. Mert a meleg, az csak azáltal adatott meg, hogyha valaki előkészítette a fát, és az nem annyiból állt, hogy fogtam a fát és betettem és meggyújtottam. Azt az erdőből be kellett hozni, azt össze kellett várni. Ehhez természetesen nem állt rendelkezésre motoros láncfűrész, és nem állt rendelkezésre traktor és bármi egyéb. Hallottam itt a gyülekezetben csak néhány évvel ezelőtt is még a harangozónak dolga volt kézi fűrésszel felvágni a fát a parókia számára. Ma már a mai fiatalok számára, ha ezt elmondjuk, akkor ez szinte mesének hangzik, mert nincs képük róla. És mennyi mindenről nincs képük. Mennyi mindent nem tudnak, és azt mondjuk, hogy Istennek hála, hogy nem kell rendkívüli helyzetekben helyt állni. Istennek legyen hála, hogy nem kell különösebben az erejüket, a testi, lelki erejüket megmutatni. Nem kell kicsi koruktól kezdve fizikai munkára kényszerüljenek, mint ahogy év ezredeken keresztül működött az emberi társadalomban. De a következő pillanatban már megállunk és azt kérdezzük, hogy hova vezet ez. Egy olyan korban vagyunk, aminek a legfőbb jellemzője a bizonytalanság.
Nem tudjuk, hogy a következő pillanatban mi történik. Emlékezzünk vissza 4 évvel ezelőtt terülténkből egyik napról a másikra zárult le minden. Zártak le körülöttünk mindent. Akkor is volt konfirmáló sereg, aki arra készült, hogy a szokott rend szerint konfirmál, egyik napról a másikra kiderült, szó sem lehet róla. És majd ugye augusztus végén következhetett a konfirmáció. Aztán egyik napról a másikra arra ébredtünk, hogy háború van a szomszédunkban, és már több mint 2 éve tart ez a háború, és ahelyett, hogy csillapodnának a kedélyek, ahelyett, hogy azt látnánk, hogy előbb-utóbb megoldás születik, azt látjuk, hogy mintha olyan erők mozdulnának a világban, amilyek azt akarják, hogy kiterjedjen, még nagyobb legyen a háború, a felfordulás, a kilátástalanság. Tehát megállunk, és azt mondjuk, van egy látható folyamat, ami mintha azt mutatná, hogy egy szebb, egy könnyebben élhető világ, egy kiszámíthatóbb, egy kevesebb erőfeszítés igénylő világ felé haladunk, a következő pillanatban azt látjuk, semmit nem tudunk a világról. Olyan ellentétek feszülnek, amik nem biztos, hogy minden nap előjönnek az életünkben, de azért újra és újra szembe találkozunk velük. Van az egyház. Van egy egyházhoz kötődő életünk. Vannak szokásaink, amelyek elválaszthatatlanok az anyaszent egyháztól. Vannak értékek, amik szintén az egyházon keresztül kerültek, vagy kerülnek be a tudatunkba, az életrendünkbe. És közben pedig van egy másik folyamat a világban, amely azt mutatja, és bizonyos fokig arra kényszerít bennünket, hogy ezeket az értékeket magunk mögött hagyjuk. Egészen új értékrendet kínál a világ, és ez az új értékrend sajnos legtöbb tekintetben ellentmond annak, amit mi eddig értéknek tudtunk. Óriási feszültség van most. De hát igazából mindig is jelen volt ez a feszültség az egyház és a világ között. Mit adjunk a gyermekeinknek? Mit adjunk a fiataljainknak? Milyen értéket tudunk közvetíteni számunkra? Egyáltalán mi magunk bírunk-e még ezekkel az értékekkel? Tudunk-e példát adni, példát mutatni, mint család, mint gyülekezet, mint falu közösség? Az életrendünk, a szokásaink, Istenhez való viszonyunk, egymáshoz való viszonyunk milyen értékrendet közvetít? A régit, a megszokottat? Valami újat, valami egészen bizonytalan? Azt a gondolatot fogalmaztam meg magamban, és talán nem magamtól jött ez a gondolat, ez a mai ember, a 21. század embere, meg van szokva azzal, hogy bemegy az üzletbe és bármit megkap magának. Ha bármit megkap magának, akkor azt a bármit meg is szerzi magának, mert vágyik rá, tehát akkor előbb-utóbb meg is fogja szerezni. Ha megszerezheti, akkor ragaszkodni fog ahhoz, amit ő magának megszerzett. És mert megteheti, hogy gyakorlatilag bármit megszerezze magának, akkor ezt úgy gondolja, hogy az Úristen is tartozik neki. Ha az Úristen is tartozik neki, akkor elvárja az Úristentől is, hogy megadja, amire neki szüksége van. S ha egyszer is az Úristen nemet mond, akkor már hátra fordít neki. Akkor már nem kell, vagy ha erőben érzi magát, ha
azt gondolja, mint Péter, hogy majd ő a kardjával, majd ő az erejével meg fogja védeni az Úr Jézus Krisztus, akkor már igazából miért lenne szükség Jézus Krisztus erejére? Tehát egy olyan világba kell belebocsátanunk ezeket az ifjakat, akik most előttünk állnak, amely világon igazából nincs képünk. Nem tudom, hogy valaha a történelemben volt-e kevésbé kiszámítható korszak, mint ez a mi korszakunk. És abban a kettősségben kell most szülőknek, nagyszülőknek, hozzátartozóknak, rokonoknak ezt az ünnepet megélni, hogy el kell engedjük bizonyos fokig legalábbis ezeknek a gyermekeknek, ifjaknak a kezét, de mire engedjük el? Mennyire merjük elengedni a kezüket? Mekkora az a tartalék, amivel eddig felruháztuk őket? Mekkora az a tudás, amit eddig át tudtunk adni nekik? Mire elég? Vajon kellő ismerettel rendelkeznek valóban ahhoz, hogy tájékozódni tudjanak a világban? Vajon eléggé erős már a kezük, lábuk? Elég jó a szemük ahhoz, hogy lássák, hogyha veszedelem közeli, félre tudjanak ugrani a veszedelem előtt? Azt hallottuk az efézusi levélből, Pál apostol könyörög a gyülekezetért, és azt kéri, és ez a kérés el fog majd hangzani, hiszen a konfirmációnak szerves része az az áldás, amit innen az efézusi levélből, a felolvasott igéből származik, tehát azt kéri, hogy erősítse meg az Úr Jézus Krisztusnak atya a gyülekezetben. Van egy régi mondás, amelyik azt mondja, hogy a jó pap az holtiktató. De hát tudják, hogy nem csak a jó papnak kell holtiktatni, nekünk mindannyiunknak. Ami most történik, egy állomás, egy megálló, egy nagy lélegzetvétel. A következő állomás helyen majd valami új, valami más fog történni. Most valóban felhatalmazzuk ezeket a gyermeket, ezeket a fiatalokat. Ez a felhatalmazás elegendő lesz nekik, és az ahhoz kapott erő is elegendő lesz nekik ahhoz, hogy a következő lépéseket megtegyék. Tehát nekünk, mint családnak, nekünk, mint gyülekezetnek, nekünk, mint közösségnek, ezután is éppen úgy ott kell lenni velük, mellettük. Itt kell lenni, jelen kell lenni, érettük. Adjon az Úristen ehhez nekünk mindannyiunknak, nem csak erőt és kitartást, ennél sokkal többet, Istenre való figyelést. Mert tudjátok, ha térjek vissza Péterhez, amikor Péter elgondolta, hogy majd ő hogy fogja az Úr Jézus Krisztus megvédeni, akkor Péter magát látta. A maga kardját, a maga erejét, a maga testide, akár lelki szilárdságát is, és nem látta az Úr Jézus Krisztus mindenhatóságát. Nem látta azt, hogy akit ő védeni akar, az ő nála összehasonlíthatatlanul több és erősebb. Ha nem fogjuk látni szülőként, családként, hozzátartozóként, gyülekezetként, a mi fölöttünk összehasonlíthatatlanul magasabban, erősebben,
szilárdabban álló Úr Jézus Krisztus, akkor csak csápolni fogunk, hadakozni fogunk szélmalmokkal, a levegővel, és hiába való lesz a hadakozásunk. És meg fogunk rémülni nagyon sokszor az elkövetkező időkben. De ha vele együtt, ami megváltó Krisztusunkkal együtt, tudunk gondolkozni, és tudunk cselekedni, nem botrátozunk meg, nem ijedünk meg. Ez is elhangzik majd a konfirmálás alkalmával, tudni fogjuk. Sem jelenvaló, sem következendő, sem magasság, sem mélység, semmi el nem szakíthat minket Krisztus szeretetétől. Úgy legyen. Amen. Istenünk, mennyi édes atyám, mint gyermekei és mint felnőttek többnyire állunk előtte itt a te szent házadban. És íme itt van előttünk 8 ifjú, aki éppen most éli át a felnőtti válás izgalmát, lehetőségét, pillanatai. Micsoda kettősség, micsoda feszültség, amit meg kell élnünk nekünk mindannyiunknak, hiszen mint gyermekek állunk te előtte, mint gyermekek hajtunk fejet, lélekben térdet is te előtte, és bízzuk rá, ez ifjakat bízzuk rá, magunkat egészen teljesen a te gondviselő szeretetedbe, s közben kihúzzuk magunkat. Kihúzzák magukat ez ifjak is, hiszen a felnőtté válás talán első mozdulata ez a kiegyenesedés, hogy én most már képes vagyok. Én már fel vagyok hatalmazva. Én már önálló lehetek, és hogy ne húznánk ki magunkat, mi szülők, hozzátartozók, gyülekezet, akik már régóta járjuk az önállóság ösvényét. Sok mindent megértünk, megtapasztaltunk, és azt gondoljuk, már vagy még van erőnk testileg is, lelkileg is, a próbák és a nehézségek elviselésére, és tudunk akár példát is adni és mutatni mások számára. De hát akkor is, és mindig is. Akárhány földi esztendő után gyermekeid vagyunk, akik rád szólunk, akik nem látunk távolabb az orrunk hegyénél, nem tudunk tovább gondolni a következő pillanatnál sem, hiszen a világ, ami körülvesz bennünket, kiismerhetetlen. Hiszen csak anyád parányi részét, töredékét ismerhetjük meg. Ezért aztán, Urunk, bár ott feszül bennünk az anyai, apai, nagyszülői, vagy bármilyen fokú rokonság ismerettségi érzés, mégis meghajlunk előtte, és rád bízzuk gyermekeinket, és rád bízzuk magunkat, Urunk. Te vagy, aki mindent látsz, te vagy, aki mindeneket igazgatsz, te vagy, aki mindennek gondját viseled, és te vagy, aki fölfoghatatlan szeretettel veszel körül bennünket.
ebbe a gondviselő szeretetbe ajánljuk ifjainkat és önmagunkat, ezt az egész gyülekezetet. A te áldásod kísérjen bennünket, hogy bármi történjék a világban körülöttünk, mi ragaszkodjunk azokhoz az értékekhez, amiket tőled nyertünk. Ezen értékek mentén gondolkodjunk és cselekedjünk a jelenben és a jövendő felé is. Így állj meg, Urunk, mindannyiunkat kicsintől fogva nagyi. Így tett ünnepé nem csak ezt a napot, de az elkövetkező napokat is. Add tudjunk nem csak itt a te szent házadban, de mindenkor hitvallás, bizonyságot tenni róla. Dicsérni és magasztalni háromszor szent nevedet. Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Mi atyád, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te nevedet. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, míg éppen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. A mi Urunk Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek szeretete, Szentléleknek megáldó és megszentelő ereje legyen és maradjon mindjártunkkal. Amen. Hirdetem, kedves testvéreim, hogy jövő héten, pénteken 17-én délután 3 órakor emlékparang szól Néhai Orsi Adél halálának első évfordulóján, Pia, Lejárnya és családjai kegyeletes megemlékezéséül. Isten vigasztaló szent lelke legyen az emlékezőkkel. Hirdetem, hogyha Isten bűneinket nem nézi és életünket megtartja, mához egy hétre pünköst vasárnapján az Úrnak szent asztalát megterítjük és az úrvacsora ki fog osztatni. Ezért csütörtök este 8 órától kezdődően szeretettel hívjuk és várjuk a gyülekezet tagjai bűnbánati istentiszteletet, tehát csütörtök, péntek és szombat este 8 órától kezdődő bűnbánati istentiszteletre. Hirdetem a gyülekezetnek, hogy az új templomi terítő Bozsó Ferenc, illetve a kézműves ruhák kezemunkáját dicséri. Az urasztali terítő az ő adományuk, a többi terítő a konfirmandusaink, a most konfirmálók, illetve a jövőre konfirmáló ifjak közös adománya, 3600 lej értékben, a teljes terítő készlet 5000 lej volt, az egyház kifótolta a különbséget, Isten gazdag áldása legyen minden jókedvű adakozót, és adja Isten, hogy sokáig gyönyörködhessünk templomunk új köntösébe. Hirdetem, hogy jövő vasárnap, pünkös vasárnapjának délutánján az úgynevezett kiskonfirmálásra kerül sor. Az első éves KT oktatásban részesült gyermekeink tesznek bizonyságot az eddig szerzett tudásukról. Erre szeretettel hívom és várom a gyülekezet valamennyi tagját, különös tekintettel presbiter testvéreinkbe. Most pedig Isten tiszteletünk folytatásával
konfirmációjuk Isten tiszteletre kerül sor. 468. énekünk első versét énekeljük leülve. Kövesd a Jézust, kövesd még ma! Fizikailag valami nagy változás biztosan nem történik.
Nem is kell, hiszen a változásnak az elmúlt két évben, hogy menjünk tovább több évben kellett végig mennie. Ez a vizsga, ami most történik, igazából csak egy tükörképe annak a vizsgának, amin az ifjak az elmúlt két esztendőben a KPI oktatás ideje alatt végig mentek. Ugyanis nem csak arról van szó, talán nem állok el ezzel titkot, hogy meg kell tanulni az ifjaknak bizonyos kérdésekre válaszolni. Mert hát mennyiből áll az, hogy az én felfogásom szerint legalábbis nem konfirmáció előkészítő lehet. Én hiszek abban, hogy tartozunk nevelni a gyermekeinket, ifjainkat. És magamra nézve mindenképpen kötelességnek érzem ezt a nevelést. Bízom benne, hogy nem volt túl kemény ez a nevelés, hogy legalábbis nem törtetek össze a tanulátok, és jó, hogy nem törtetek össze a tanulátok. De bízom benne, hogy elég szigorú a maga rendjét, illetve én a magam részéről örömmel tapasztaltam a fejlődést és az átalakulást. Nem fogom ezt népszerint és külön-külön mindenkire kivetítve elmondani, hogy milyen volt az első is, aztán hogyan haladtunk lépésről lépésre, de talán ha eddig nem is vettétek számba, kedves szülők, talán most, amikor kívülnek ezek a fiatalok ezekben a padokban, akkor mégiscsak végig fut rajtatok, hogy valami történik. És valami még ezután is történni fog. Hadd hivatkozzak megint az Efézusi levélre. Arra az áldásra, arra a kérdésre, ami Pál apostol mond el a hívőkért. Azt mondja ott Pál apostol, hogy hatalmasan megerősödjetek az ő lelke által a belső emberben. Én hiszem, hogy ez a hatalmas megerősödés még ezután fog elkövetkezni, és hiszem, hogy ez a megerősödés el fog következni. Körülbelül ott vagyunk most, amikor elvetettük a magot a jövőbe. Talán egy lépéssel előrébb, és már az első kicsi csíra kijött a föld felszínünkre. Most vagyunk ebben a pillanatban, amikor látjuk, hogy a magvetésnek már az első látható jele megszületett. De hol van az mi, amikor a növény megerősödik, és hol van az, amikor a termését meghozza. De meg kellett tenni a legelső lépést, meg kellett tennünk a következő lépéseket, aki csak egyszer is foglalkozott az életben a termőfölddel, az tudja, hogy nem egy egyszerű folyamat ez. Tehát addig, amíg az első csíra megjelenik a föld felett, már nagyon sok mindennek kell történnie, és mennyi mindennek kell történni még ezután. És mennyi mindenben jelen kell legyen, ami gondviselő mennyi édesatyát, a megváltó Jézus Krisztuson, az áldó Szent Lélek, aki olyan különös dolgokat tud produkálni az életünkben. Egyféleképpen, kedves ifjak, az Anya Szent Egyház most elengedi a kezeteket. Azért mondom, hogy egyféleképpen, mert eddig volt egy kötelezettségetek. Ez a kötelezettség kívülről is, felülről is, a család részéről, részemről mindenképpen megnyilvánult, tehát jelen kellett lenni, tanulni kellett, bizonyságot kellett tenni, engedelmeskedni kellett, mindenképpen idomulni
most előttetek van a választás. El lehet ezt a kezdet engedni. El lehet engedni, úgy, ahogy egy kamasz egyébként szeretni elengedni, ahogy a maga módján természetes is az, hogy egy tizenéves már elengedje a szüleinek a kezét, sőt, adott ponton már szégyelni, vagy szégyellemi azt, hogy az ő kezét még valaki is meg akarja fogni, de másfelől bízunk abban, hogy lesznek olyan pillanatok, vagy talán nem csak pillanatok, ennél jóval több, amikor magatok önkényünk el a kezeteket, mert jó figyelni. Nem kényszerből, nem azért, mert elvárás ez felétek, hanem egyszerűen azért, mert jól esik, hogyha van egy kéz, amit megfoghat. És én jó szívvel mondom nektek, hogy szüleitek keze, szeretteitek keze, eljövendő szerelmeknek a keze mellett, az Anyaszent Egyház keze egy olyan kéz, amelyik mindenkor örömmel várja a ti kiszolgásokat. És mindenkor rendelkezésetekre áll, hogyha bármiben veletek együtt, vagy mellettetek kell állni, vagy értetek kell állni, akkor ott legyen. De most már önként kell nyújtanunk a kezeteket, hiszen felnőtteké lesztek. Döntés lehetőségét bízunk rátok, és ezzel a döntéssel nektek kell élni. Adjon Isten sok-sok alkalmat a fejlődésre. Adjon Isten sok-sok sikeres próbát, mert a próbát által tudtok erősödni. Adjon Isten jó kedvet mindenkor a nehézségek elviselésére is. Adja Isten, hogy ennek a közösségnek legyetek továbbra is mindenkor tagjai. Most azonban mielőtt útnak indulnátok, az Anyaszent Egyház bevett rendtartása szerint adjátok bizonyságát annak, hogy Krisztus tudományában megfelelő jártassággal írtok, és éppen azért az általa feltehető kérdésekre elejétek a gyülekezet előtt hangosan és értelmesen. Szil, mi a konfirmáció? A konfirmáció az az Isten, hogy szeretne a lejjelmet fogadni, Jézus Krisztusnak igaz követőjük, és a református önösszetőkben a szükséges vagy jó lesz. Elfogadjuk fel a felhatalmazást, az Nikoletta, mi a református egyházhoz kötelessége? Thank you.
először magyar nyelvre a teljes Szentírás. Teljes Szentírás először Kárdítás már Böcsére Kormányos Lelkitánszor fordított fele 1590-ben, ezt Kizsorgi Gyermek is nevezik, meg Kizsorgi Gyermek először. Albert, mi a keresztény egyház feladata? Az, hogy Isten ígét hirdesse, és úgy érjen, hogy a lelkipásztori gyülekezetnek, vagy a világot Isten közösse. János, mit mond el nekünk az új szövetség? Az új szövetség elmondja nekünk, hogy Isten elküldte a világba az ő szent fiát, az Úr Jézus Krisztust, ami megváltott. Aki szenvedett és meghalt, ami bűneinket a keresztfán, az ő szenvedéséért megbocsát nekünk Isten. Krisztus egyrészt hallát, feltámadt, felment a mennyekbe, és onnantól visszajön az utolsó ítéletre. Azt ígérte, aki őben visszad a örök életet ad. Ő szerezte nekünk az új szövetség. Szilvia, érvényesek vagy kötelezők-e az új szövetség parancsolatai az új szövetség ége számára? Isten az új szövetségben megerősítette az új szövetségben lévő erkölcsi törvényeket, de eltörölte a ceremoniális törvényeket. Így a keresztény egyház számára nem kötelező a zsidó szombat megtartása, sem az eredetben való válogatás. Mindazt a Róma megyőriekhez érkezve 14. részében, és a kolosszébiekhez érkezve második részében is olvasható. Erre az Úr Jézus is példát adott, amikor szombaton gyógyított és megtanította, hogy nem azt feltöse, hogy meg akar tenni a szájon bemegy, hanem a mutatja. Nikoletta, miért ünnepeljük valóságot? Az Úr Jézus vasárnap rámoztál. Az első évben nem volt ilyen húsvét ünnep, hanem minden vasárnap Jézus feltámadása jelentkezte. Ezért az új szövetség a vasárnapot az Úr napjának hívja. Thank you.
Szilvia, kik voltak a reformáció magyar úttörői? A reformáció magyar úttörői Mélius, Juhász Péter, Jégai Bíró Mátyás, Szegedi Kis István és Kálmán Csehi Sáta Márton, és még sokan mások. Nikoletta, kik voltak Jézus tanulmányai? Első volt Péter, Kikör, Annás, Jakab János, Külön, Bertón és Tamás, Máté Jakab Simon, Mateus és Júdás, innen az ők és mondva a Szentírás. Zsófia, mondd el a mindvaló imádságot. Úristen, örökkévaló és mindenható Atyám, íme ezt az ültünk itt, és a Szentek egyességében, az angyalok és itt az ő telkek társaságában, valósod elég visszük áldozatunkat. Mert bajra és nem ismerjük szemfelséged előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk, minden fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk ránkár, mint szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletet, vagy romást és távozatot vonjuk magunkra. Mindazáltal, Uram, bánjuk, hogy téged megkockáztatunk, és kárhoztatjuk magunkat és bűnjeinket, igaz bűnbánattal félve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül nyújtunk. Alázattal kérünk, szerető és irgalmas Atyán, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket, növeld és sokasítsd meg rajtunk szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremtsd a megtérés gyümölcsét, melyek kedvesek kellőket. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiatba, ami jó Jézus Krisztusba vagy egyedül a hitünket és reménységünket. Bizonyosabb régén nap előtt, hogy kitárta a részesei lehetünk az a benne kijelentett kegyelmetnek, melyet adtad nekünk így, és az örökké valóságban az ő nevéért. Amen. Nújjunk, mi életedben és halálodban egyetlen igazgatásod? Az, hogy mi testestről, mi testestről, világából, akár életakárval, nem van a lény, hanem az én hűséges lányok is elvárulnak, a Jézus Krisztusnak tulajdonában, aki az ő drága vérével minden bűnért a keretesen lehetett.
Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, a hívóban, ki fogantaték Szentlélektől, születék Szűz Máriától, szenvedett, Poncius Pilátus alatt megfeszítették, meghala és eltemetették. Száll alá pótokra, harmadnapon halottaikhoz feltámada, felvénye menjekre, ül az Atyaisten jogján, onnan részen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszek egy közösséges keresztény Anya Szentegyházat, szenteknek egyességét, bűneiknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. János, mit hiszel, mikor ezt való hiszek egy Istenben minden a Atyában, melynek is fölnek teremtőjében? Hiszem, hogy az Úr Jézus Krisztusnak örökké való Atya, aki a mennyet és földet minden benne lévő keresztül, semmiből teremtett. Azok az örökké való tanácsa, hogy gondviselésére fenntartja és igazgatja. Én nekem az a fiáért, a Krisztusért, Istenem és Atyám. Ezért úgy bízom ő benne, hogy semmit sem kell, hogy elérzem a felől, hogy mind testi, mind lelki gondjaimat hozott visel. Sőt, mindazt a rosszat, amely egy irolomból ide rám bocsát, javarra fordítja. Mivel megcselekedheti, mint minden hasznó visel, meg is akarja cselekedni, mint hűséges vagy. Szilvia, mi az Isten gondviselés? Isten mindenható és mindenütt velevaló ereje, melyen a mennyet és a földet, minden teremtményel, minden kézzel tartja és úgy igazgatja, hogy kérdésük ő termékeny és termékeny eső és a száj, az étel és ital, a jó egészség és betegség. Szóval minden nem a véletlenségből, hanem az ő a két tanácsából és a költából jön. Az ő eleje minket is új életet áll. Harmadszor,
Krisztus feltámadása, ami dicsőséges feltámadás, mi Krisztus zsáron. Gergő, mit hiszel a közönséges keresztként anya szent egyházról? Hol ígérte Krisztus, hogy ő minket vérével és lelkével oly bizonyosan megkóstolja a keresztség vizet, megmost bennünket. A keresztség szereztetés ígéjében, ahol itt szólt. El nem érezni, tegyetek tanítványokká minden nőket, megkeresztelni őket, az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek nevében. Aki hiszen és megkeresztelkedik, így veszünk, aki pedig nem, szent elváltozik. Ezt az ígéretet mások is megismétli az írás, mikor a keresztséget Albert, meg kell-e keresztelni a kisgyermekeket? Meg lehet, miután nagyon sérült Isten szövetséghez, így keresztelt egy házához tartoznak, mint a felnőttek, és Isten Krisztus vére által bűnökből való váltságot neki is épp úgy ígéri, mint a felnőtteknek. Ennél fogva a keresztség, hogy szövetségek által őket is szükséget kavoltak, mint Isten Agya Szent egy házába, hogy megkülönböztethessük őket, amit tette meg gyermekeitől. Úgy, amint az új szövetségben történt a körülmetélkedés által, melynek terjébe Krisztus az új szövetségben a keresztséget szerezte. Should
megkívántott a tele van a feleségét, a szolgálát, a szolgálányát, se ökrét, se bal, se ökrét, se szamarát, és semmit, hogy a te fele van. Remény a mondel az utolsóban, hogy elült ki imádságot. János mondd az utolsókat itt a kitárnyi imádságot. Hálával van telve a gyámon szívem, lelkem, hogy kegyelmet adtalánál üdvösséget nyertem. Bátságon az zálloga, hogy szent hitlet felvettem. Élek én már többé nem én, de él Jézus bennem. Ahú, mi jó, hogy közeledni az atyai házhoz. Jézus vezess, adj erőt a teljes újulás. Amen. Tegyetek immár vallást Isten és a gyülekezet szín előtt a gyülekezet előtt. Tegyetek fogadalmat Krisztushoz és az Anya Szent Egyházhoz való hűségetekről. Feleljetek meg a következő kérdésekben. Hiszem és vallom,
ígéritek, elfogadjátok el, hogy Jézus Krisztusnak igaz követői, református anyaszentegyházunknak holmi, hűséges, engedelmes és áldozatra kész szíveit lesztek. Ígéritek, elfogadjátok el ezt. Ígérem és fogadom. Ami Urunk Jézus Krisztusnak adja, adja meg nektek az ő dicsősége gazdagságáért, hogy hatalmasan megerősödjetek az ő lelke által a belső emberben, hogy lakozik a Krisztus a hit által a szívetekben. Amen. Ami Urunk Jézus Krisztusnak adja, adja meg nektek az ő dicsősége gazdagságáért, hogy hatalmasan megerősödjetek az ő lelke által a belső emberben, hogy lakozik a Krisztus hit által a szívetekben. Amen. Ami Urunk Jézus Krisztusnak adja, adja meg néktek az ő dicsősége gazdagságáért, hogy hatalmasan megerősödjetek az ő lelke által a belső emberben, hogy lakozzék a Krisztus a hit által a szívetekben. Amen. Ami Urunk Jézus Krisztusnak adja, adja meg néktek az ő dicsősége gazdagságáért, hogy hatalmasan megerősödjetek az ő lelke által a belső emberben, hogy lakozzék a Krisztus hit által a szívetekben. Amen. Én pedig, mint a mi Urunk Jézus Krisztusnak és református anyaszentegyházunknak hivatalos szolgája, egyházunk önálló tagjainak nyilvánítalak titeket és felhatalmazlak az Úri Szent vacsora ételére. A nagykegyelmű Szent Úristen pedig cselekedje, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem jelenvalók, sem következendők, sem semmi más teremtmény el ne szakítson titeket az ő szerelmétől, mely vagyon a mi Urunk Jézus Krisztusban. Amen. Gyülekezet helyett van.